Üdvözlöm nézőinket, Alexandra Manéa vagyok, önök a Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. Mutatjuk, mivel készültünk. Beiskolázás. Játékos programokkal vezette be a gyerekeket az iskola világába a Bonyhádi Általános Iskola. Imaginárium, Bechtel Helga grafikus kiállítása Bonyhádon. Farsang. Idősek ünnepeltek Bonyhádon. Bál Bonyhádon. Székelyek mulatoztak. A Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola székintézménye a Széchenyi Iskola immár 10. alkalommal rendezte meg beiskolázási programsorozatát, ahol nem csak a szülők tájékozódhatnak az intézményről, hanem a gyerekek is részt vehetnek a játékos ismerkedésben. A rendezvény sorozat második alkalmán, amíg a szülők az intézmény vezető előadását hallgathatták az iskoláról, illetve azokról a lehetőségekről és foglalkozásokról, amik a gyerekek kompetenciájának fejlődését segítik, addig a gyerekek játékos foglalkozáson vehettek részt. Iskolánkban több évtizedes hagyomány, hogy a leendő elsős tanulók számára, a kisopodások számára bemutatkozó programokat szervezünk. Így történt ez ebben az évben is. Körülbelül egy hónappal ezelőtt tartottuk az első ilyen típusú rendezvényt, ahol egy meséhez kapcsolódtak a játékos feladatok, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy 45 kisgyerek érkezett hozzánk, és mind jól érezték magukat. Most a második eseményen vagyunk februárban. Ez egy bábjátékhoz, bábjáték köré szerveződött ez a program, amit a tanítónők adtak elő. Mai napon intézményvezetőként bemutattam az iskolát, de talán ennél is hasznosabb, hogy a következő hónapban, márciusban lesz egy olyan alkalom, amikor a szülők bejöhetnek, és a leendő tanítónőket óra közben megnézhetik, és ott láthatják, hogy milyen kapcsolatot tudnak kialakítani, milyen a légkör, és tanórai keretek között ismerkedhetnek meg velük. Ez az egyik legfontosabb állomás szerintem. A beiskolázásra, illetve a beiratkozásra pedig április hónapban kerül sor, április 18-19-én. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni meg, a harmadik itt a padon, a dudáját folyja nagyon, de szép hangja van, dana, dana, dan. A leendő elsősök egy meséhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg. Három állomáson kellett ügyességi, zenés és angol nyelvi kihívásokat megoldaniuk. Fontosnak tartom, hogy a szülők és a gyerekek is betekintést nyerjenek az iskolába. Próbáltunk olyan programokat összeállítani, amely a gyerekekhez közel áll, ezért találtuk ki a bábozást, mert azzal úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk fogni a gyerekek érdeklődését. Illetve igyekeztünk bemutatni az angolos vonalat, illetve zenés játékos programokat, tesis programokat csináltunk. Nagyon sokan eljöttek szerencsére, úgyhogy örülünk az érdeklődőknek. Egy életem, egy halálom, megpróbálom. Gyerekek, segítetek nekem elhozni azt, amit a boszorkány kér? Igen! A pedagógusok célja ezekkel a szórakoztató programokkal nem csak felhőtlen kikapcsolódás biztosítása a gyerekeknek, hanem az is, hogy közösségben töltsenek el időt talán leendő osztálytársaikkal, illetve hogy ezzel a rendezvénnyel átmenetet biztosítsanak az óvodai és az iskolai környezet között. Három állomás van, minden állomáson össze kell gyűjteniük valamit, a legvégén pedig egy varázsfőzetet készítenek ezekből az összegyűjtött tárgyakból, és megtörténik a nagy varázslat. És az egész programunkat egy kis mókázással, tánccal fogjuk zárni, majd egy közös fánkevéssel és tejafogyasztással. Én azt gondolom, hogy amikor a gyerekek az óvodából idejönnek, akkor először megrémülnek, hogy bejönnek a nagy iskolába, az ismeretlenbe, és azt gondolom, hogy a mesével nagyon jól el lehet vonni a kis figyelmüket, és el lehet varázsolni őket pillanatok alatt. Az iskola vár vissza minden érdeklődőt a rendezvénysorozat következő programjára, illetve akiket meggyőzött az iskola színvonala, azok áprilisban a beiratkozásnál végleges döntést hozhatnak.
Imaginárium címmel nyílt kiállítása Bechtel Helga grafikusnak a Bonyhádi Művelődési Központban. 10 éve kezdett el rajzolni, a legelső alkotása is látható a tárlaton. A szülővárosába 2 éve költözött vissza a családjával. Számára ez a hobbi kikapcsolódást, valamint önmaga kifejezését jelenti. Körülbelül 10 éve kezdtem el így hobbiból rajzolni, egy ilyen unatkozós délután, és abból alakult ki ez a kiállítás anyag is tulajdonképpen. Itt van a legelső rajzom is, amit azon a délután rajzoltam, azt még kék gulyos tollal, de tulajdonképpen az gyerekkoromból indult ez a szerelem, úgyhogy óvodáskoromtól rajzolok. Egész gyerekkorom óta ez volt a legnagyobb szerelmem tulajdonképpen, és azt is hittem, hogy majd ezzel fogok felnőttként foglalkozni, hogy ez lesz a hivatásom, de nem így lett. De azt gondolom, hogy mindenkinek kell valami olyan, ami egy kicsit kiteljesíti az életét a családon vagy a munkáján kívül, és nekem az egyik ilyen hobbim a rajzolás. Egy kicsit nehéz volt itt most kiállítást szervezni, mert nagyon régen elköltöztem innen, és szerintem ahonnan az ember származik, mindig ott a legnehezebb megmutatni, hogy mihez ért. A rajzaim azok teljesen belülről jönnek, ami megfog. Tehát az önálló alkotásaim azok teljesen a fantáziám szülöttei. Tagja vagyok egy rajzos csoportnak, ott hétről hétre van egy hívószó, amire lehet rajzolni, úgyhogy néhány munkám egy-egy ilyen témára készült, illetve vannak illusztrációim is, amik meg hát irodalmi művek, ihlettek épek. Tavaly megmérettem magam a 3. Budapesti Illusztrációs Fesztiválon, és a debreceni Csokonai Vitéz Mihály, Borbély Szilárd forduló első díjat nyertem az illusztrációimmal. Az alkotó rajztanári diplomát szerzett, viszont csak 2 évig dolgozott a szakmájában. Tudását, tapasztalatait szakkörökön és táborokban adja át a fiataloknak. Addig élmény, amíg hobbi. Tehát nem gondolom, hogy belőle most illusztrátor lesz, miután megnyertem ezt a díjat. Sokkal jobban szeretek olyan művekre rajzolni, amit én választok ki, és abból lesz az igazi alkotás szerintem. Nagyon olcsó a technika, amit használok, bármilyen papír és egy egyszerű fekete golyostól, tehát nem hiszek abban, hogy a drága technika emelne az alkotásnak az értékén vagy minőségén. Nagyon hiszek a rajzolásban, tehát nagyon fontos nekem, hogy aki alkot, az tudjon jól rajzolni technikailag is, meg legyenek az alapok. És én szerintem ez a technika, amit én használok, ez nem hagy lehetőséget a mellébeszélésre, tehát amit én elrontok, azt akkor vagy újra kezdem, vagy újra rajzolom, tehát muszáj precíznek lenni. Én úgy nőttem föl, hogy a rajzolásból nem lehet megélni, és az nem egy életcél. És ez engem eléggé eltérített attól, hogy erre alapozzam az életemet. De nem tudnék enélkül élni valószínűleg, tehát nem véletlen, hogy visszakanyarodtam ide a 40-es éveim elején. És hát azt gondolom, hogy akinek van tehetsége és szeret rajzolni, az rajzoljon. Mert a rajzolás az nem csak azt jelenti, hogy művészeti alkotásokat alkot, hanem a vizualitás az egész életünkben segít eligazodni. És főleg manapság, amikor a monitorról, meg a telefonról is a képek záporoznak az ember felé, nagyon-nagyon fontos megtanulni ezeket a jeleket, a vizuális jeleket, a vizuális kommunikációnak a stílusait, a hátulütőit, minden a jeleket, és szerintem nagyon fontos a rajzolás ehhez, és a rajztanítás is nagyon fontos ahhoz, hogy az ember ezt jól megtanulja, mire felnő. Mindenkinek fontos, hogy ne csak a munkája, ne csak a családja, ne csak a hétköznapi rutinok legyenek az életében, hanem találjon magának valamit, amivel ki tud kapcsolódni, és szerintem a rajzolás az azért jó ebből a szempontból, mert nagyon egy egyszerű dolog, kell fogni egy tollat, vagy egy ceruzát, meg egy papírt, és lehet firkálni, a firkából lehet akár egy komolyabb alkotás is, ki lehet, ha valaki komolyabban szeretné csinálni, kitalálhat, vagy kipróbálhat új eszközöket is, úgyhogy igazából ez egy nagyon egyszerű dolog arra, hogy az ember kikapcsoljon egy kicsit.
A kiállítás március 1-jéig tekinthető meg a Bonyhádi Művelődési Központ kiállítótermében. Idősek ünnepelték a farsangot a Bonyhádi Gondozási Központ szervezésében. Az intézmény dolgozói műsorral készültek. Minden évben, februárban megrendezik a Bonyhádi Gondozási Központ farsangi mulatságát. Ezzel búcsúztatják a telet és szórakoztatják az időseket. Az idősek klubja dolgozóinak nagyon fontos, hogy a gondozás ne csak a napi rutint jelentse, hanem a programszervezésben is aktívak legyenek. Most a jövőt szeretnénk bemutatni, ahogy mi elképzeljük, ugyanis polgármester asszony már elmondta, hogy megvásárlásra került egy új ingatlan, ahol egy új idősek otthona fog épülni, így bővülni fogunk, egy 51 fős intézményt készülünk létrehozni, és akkor egy kicsit ennek a fényében szeretnénk bemutatni a jövőt. Most az idősek klubjának van a farsangi rendezvénye, de az együttműködés keretében részt veszünk egymás rendezvényein. Mi is elhoztuk az idősek otthon a lakóiból a fentjárósokat, és akik szerettek volna eljönni velünk. Hosszú évek óta minden évben megrendezésre kerül a farsang. Amint elmondtam, ugye ez nagyon fontos, hogy elbúcsúztassuk a telet, őrizzük a hagyományokat, és a farsangnak nagy hagyománya van Bonyhádon. Nagyon jól szokták érezni magukat, ez majd látszani fog az arcokon is. Meg hát igyekeztünk valami vicces műsort összeállítani, pont a hangulatnak a vidámsága miatt. László Péter, a Bonyhádi Gondozási Központ alkalmazottja elmondta, minden évben próbálják felvidítani az időseket. Kollégák, mindig készülünk minden évben más műsorral, és idén is sokat próbáltunk, ugye fönt a központba, úgyhogy az idősek ne tudják, ne lássák, tényleg meglepetés legyen nekik. Színes a csapat, jó a csapat, jó kedvéjűek, úgyhogy könnyen megy, ez a csapatépítő tréning is nekünk, ez nem falsan. Talán visszaidézzük neki a fiatalabb korukat az időseknek, és hát hogy kikapcsolódnak itt a farsangon, ugye találkoznak újból egymással, egymást látják, meg tudnak különböző dolgokat beszélni, ami a hétköznapokban történik velük, és jól érzik magukat nálunk szerintem. Én a Bonyhádi Gondozási Központnál dolgozok már 2018 óta, sofőrködünk, házhoz járunk, jelzőrendszerek vannak kiépítve, ebédet hordunk nekik, napi ellátásba szállítjuk őket. Van még több kollégám, aki most is nem lehet itt, de besegít ebbe ezekbe a dolgokba. Klem Józsefné azt mondta, rendkívül jól érezte magát a farsangon. Az idősek klubjában augusztus óta van jelen tagként, azonban már ennyi idő alatt is kialakított barátságokat. Nagyon örülök, hogy ilyen fogadtatásba és ilyen szép szeretetben vagyunk. Úgyhogy minden elismerésem a gondozónőké és a társaságé, és nagyon jól érezzük magunkat mindig a műsorukon, és mindig nagyon kedvesek, és nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket. Úgyhogy nagyon jó érzés, és köszönöm szépen a mindent. Nagyon jól éreztem magam eddig a közösségbe, meg mindenki, úgyhogy mindenki nagyon kedves és aranyos. A tombola sorsolás volt, a karácsonyi műsor is nagyon jó volt, úgyhogy minden elismerésem a vezetőségé és minden dolgozói, hogy ilyen kedvesek és ilyen szeretettel fogadják az embereket. A szervezők a hagyományokhoz híven a jövő évben is megtartják a farsangi mulatságot. Székely bált rendeztek Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Az eseményre sokan eljöttek a környező településekről is, a rendezvénynek évtizedes hagyománya van. Idén is megrendezték a Székely bált Bonyhádon. Ez már csaknem 5 évtizede hagyomány a Völcség fővárosában. Az eseményen két zenekar szórakoztatta a megjelenteket.
A bonyhádi székelykörből is sokan kilátogattak. A székely hagyományok a településen mély gyökerekkel rendelkeznek, mondta Pap Tomonkos. Bonyhádon van eleve a szövetség, a Bukonyai Országos Szövetség, és hát a hozzátartozó 41 néhány tagegyesület, köztük a bonyhádi székelykör is, vagy akár a Majosi Székely Hagyományos Egyesület, amit mondjuk én képviselek, de vagyunk itt néhányan azok közül, de én a bonyhádiba is ott vagyok. És hát a kultúránkat, azt gondolom, azt önök is látják a tévé is, hogy időről időre megéljük különböző rendezvényeken, megemlékezéseken, fesztiválokon, ugye vannak olyan rendezvények évről évre, mindig ugyanabban az időben megvan rendezés, ezeken mindig igyekszünk részt venni, sőt segíteni, esetleg valami műsorral fellépni, tehát a kultúránkat mi így éljük meg. Amit mi hiányolunk, és ezt időről időről szóvá tesszük, hogy mi vagy két helyen van ugye zene, lent is, fönt is, hogy meg kellene egyszer próbálni, hogy egyik helyen legalább népzene legyen. Hát ha az is még egy kicsit bevonzana, hiszen nagyon sok táncos van a környéken, az bizonyára tudja mindenki. Pap Domonkos szerint a fiatalok akkor érdeklődnek a székely kultúra iránt, ha az előttük lévő nemzedékek bevonzák őket ebbe a világba. Itt elsősorban a gyerekek, akiket könnyebb, ugye, hiszen ott a szülő, nagyszülő, hogyha viszi, támogatja, a kicsi gyerek megy, mert az a dolga, és hát bele is szeret általában ebbe. Nagyon sok gyerekcsoport van, Majoson is van, például Bonyhádon is van. Inkább a fiatal felnőtt korosztály, ami egy kicsit problémásabb. Tehát ez a 20-tól 30-40 évig, és mint hogyha a fölött meg megint visszatalálnának, vagy már az idejük engedi, vagy már ott a nagyobbak a gyerekek, és azért lehet több idejük erre. Tehát ez egy kicsit ilyen érdekes dolog, hogy ott van egy ilyen fél nemzedéknyi idő, amikor talán akik a legjobban hiányoznak ebből a mozgalomból, vagy ebből a hagyomány megélésből. Lócz Péterné Lengyelből érkezett, szülei Andrásfalván születtek, és onnan menekültek Magyarországra. Ő tavaly vett részt először a székelybálon. Elmondása szerint a tavalyi és az idei esemény is nagyszerű hangulatban zajlott. Tavaly is fantasztikus volt. Mindig nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a zenekar, szép a műsor, tehát önmagában véve azt gondolom, hogy csak jól kell érezni magának az embernek. Azt gondolom, hogy minden nemzetiségnek megvan a maga kultúrája, és ez nagyon jó, hogy vannak ilyen alkalmak, ahol erre lehet kinyilatkoztatni, megmutatni, és használni is, és hát átadni az utókornak, mert hát a fiataloknak fontos, hogy ezt tudják, ismerjék, és hát így lehet tovább vinni a hagyományokat, mert ha azok megszűnnek, akkor olyan, mintha egy nemzetség kihalt volna, azt gondolom. Úgyhogy én is nagyon sokat mesélek az unokáimnak, a szövésről, fonásról, amit a szüleimtől láttam, még én is ültem szőszékbe. Sajnos már ez nincs, de az emlékekben ott vannak. A vendégek batyús jelleggel hoztak ételeket és italokat. Mindenki számára jó hangulatban telt az este. Én Erdélyből jöttem, úgyhogy székelynek hallom magamot, úgyhogy szeressük a székely bálot. Gyergyó Szent Miklósról jöttem ki 32 évvel ezelőtt. Úgyhogy a leszármazottságom erdélyi, és onnan jöttünk. Beréti Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a bukovinai és Bácskából áttelepített közösség még a mai nap is ilyen rendezvényt tud tartani. Nagyon fontos, hogy egy ilyen közösség, aki Bukovinából meg Bácskából átjött ide, áttelepítették ide a 40-es évekbe, az egy ilyen rendezvényt tud tartani még mindig Magyarországon. Bonyhádnak szerintem ez az egyik legsikeresebb zenés rendezvénye, mert ne felejtsék el, hogy nem esély a király tehet, de Székelyé csak az Isten. Szerintem mindegyik fontos, tehát az is fontos, hogy most legyen egy összetartás, a másik oldalon pedig természetesen a székely hagyományok megőrzése, az szerintem egy elengedhetetlen történet. A bonyhádi báli mulatság este 8 órakor kezdődött,
és hajnal 4-ig tartott. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!